Üdvözlök mindenkit a videodromfilmek csatornán, nézzük a Boss Level, Jázd újra című film bemutatóját. Csókár nehem egy meglehetősen érdekes rendező, akinek nagyon sok problémája volt Hollywooddal. Először 2002-ben futott be a Narkó című filmmel, majd felajánlották neki a Mission Impossible 3 rendezését, de különböző problémák miatt kiszállt a projektből. Majd 2006-ban tért vissza a Füstölgő Ászokkal, mely után megrendezhetett egy igazi blockbuster-t a szupercsapatot. Állítólag ennek a filmnek a munkálatai sem voltak zöggenőmentesek, a rendezőnek több problémája is volt a stúdióval. Egy évvel később a rendező egy független filmmel jelentkezett, a Fehér Pokolla, majd utána eltűnt. Ugyan volt azóta pár tévés projektje, de filmek tekintetében áttért a független piacra. Ezt a sort folytatja idei mozia a Boss Level. Bár egy akciófilmről van szó, ennek ellenére az idétlen időkig alapötletét használja újra. A történet főszereplője Roy, akinek az élete egy nap körül forog. Ezt a napot éli újra és újra, miközben bérgyilkosok vadásznak rá. Hamarosan rájön, hogy mi lehet a háttérben, és próbálja megállítani az eseményeket, illetve a világ végét. Nagyjából az eddig elmondottabból érezhető, hogy a boss level olyan, mint a boldog halálnapot, csak ez nem horrorfilm, hanem akció. Magának az idétlen időkignek az alapkoncepcióját mostanában viszonylag sok film használta fel, ezen a téren nem is tud újat mutatni a boss level. Azonban mind akciófilm képes meglepetést okozni, még akkor is, hogyha ez jelen esetben a tisztes helytállás. A boss level egy igazi akcióorgia, ami nem veszi túl komolyan magát, és az igazán jól áll neki. A mozi nem teketóriázik, azonnal belecsapunk az akcióba, és az első 20 percben nincs megállás. Utána természetesen a jól bejáratott panelek miatt egy picit lassul a tempó, de a végére ismét magára talál. Nagyon visszafogottan és egyáltalán nem hangsúlyosan egy érzelmi vonal is megjelenik a filmben, de egyáltalán nem válik zavaróvá. Bár kétségtelen, hogy a boss level akkor működik tökéletesen, amikor az akciója a főszerep. Maga a koncepció a videójátékokat idézi abban a tekintetben, hogy a főhős folyamatosan próbálja legyőzni újra és újra a megjelenő ellenfeleket. Ha pedig nem sikerül neki, egyszerűen előről kezdi az egészet. A Boss egy igazi B-film, ami piszok szórakoztató a rengeteg vérnek, az akciónak, illetve a poénoknak köszönhetően. Érezhető, hogy a direktor nem akart újítani, a jól bejáratott alapra egy működő akciómozit húzott fel. Azt megjegyezném, hogy az akció jelenetek koreográfiája kiváló és nagyszerű a film tempója. A Boss Level egy tipikusan olyan mozi, amin egy pillanatig sem lehet unatkozni, ugyanis még a viszonylag lassú részek is egész jól funkcionálnak. Végső soron a színészek is rendben vannak, egyedül Mel Gibson karakterénél éreztem azt, hogy talán egy picit többet is ki lehetett volna hozni belőle. Sajnos azonban a Boss Level B-filmes jellegének vannak negatívumai is. Az egyik, hogy többször is találkozhatunk azzal a problémával, hogy látszik, hogy nagyon kevés pénzből készült a mozi. Az egyik ilyen pont a CGI, ami néha baromi rosszul néz ki. Egy másik dolog, hogy bár a rendező egész jól megoldja, de mégiscsak egy hosszú akció akciójelenetet vettek föl, majd ezt láthatjuk többször különböző formában. Nyilván egy ilyen filmnél nem olyan fontos, de a karaktereket egy picit vastagabbra is rajzolhatták volna, mert jelenleg egy-kettő esetében azt sem tudjuk, hogy mit keresnek a filmben. Bár a Boss Level egyáltalán nem hibátlan darab, de kiváló kikapcsolódást jelent. Ha valaki képes befogadni egy olyan mozit, ahol azért érezhető a B-filmes jelleg, akkor nagyon jól fog szórakozni. Mindent összevetve számomra a Boss Level kellemes csalódás volt, így 65%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!